A Nemzeti Tehetségprogram keretében úton a Digitalizált Világ felé című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsiskörült 17-es számú óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás támogatás kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása című NTP kötőjel OTKP kötőjel 20 kötőjel 0089 pályázati azonosító számon szereplő úton a digitalizált világ felé elnevezésű nyertes pályázat 2020. szeptember 1 és 2021 június 30-a között valósult meg a Madarászimre Egyesített Óvoda Táncsics körút 17 óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 583 ezer forint. A pályázati programban az óvoda kreatív kuckó térbeli vizuális és a logikuckó logikai-matematikai tehetség műhelyei vehettek részt 18 gyermekkel, Nagy Tiborné és Kovácsné Cigle Erika tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével. A 30 órás program célja volt a gyermekek informatikai műveltségének megalapozása, kulcskompetenciái kialakítása az innovatív műhelymunkák során. A gyermeki kreativitásra építve tematikusan épültek egymásra a műhelymunkák, mely alkalmak során az innovatív programok megvalósítása kihívás jelentettek a gyermekeknek, Ösztönözte, próbára tette kiemelkedő adottságaikat, gyenge oldalaikat fejlesztette, mélységben, tartalomban gazdagítottak. A két tehetségterület speciális szempontjából kiindulva projekt módszerrel dolgozta fel a programot. A két tehetségterület műhelyeibe járó gyermekek az együttes tevékenységek során ismereteikkel, képességeikkel kiegészítették egymást, összeadódtak értékeik. A gyermekek kalandozást tettek a síkban térben, a fonalak, tükrök, a fény árnyék, a formák az anyagok világába, a digitalizált világban mélyültek el. Az alkotások élmények megörökítése által ismerkedtek a fényképezőgéppel, okostelefonnal, beszélő kockával, a táblagéppel, a kép- és hangrögzítés videófelvételek módjával. Laptopon virtuális képgalériát tekintettek meg, logikai játékokat játszottak, Paint programban alkottak, közben weboldalakkal, technikai műveletekkel ismerkedve, alkalmazóképes tudásuk mélyült. A szülők a közös műhelymunkák során megtapasztalták a gyermekek kiemelkedő adottságainak kibontakoztatását, elköteleződtek a tehetség gondozás iránt. Rubik kocka és kocka játékok interaktív informatikai eszközbemutatói színesítette a műhelymunkákat. munkákat. Pincésnél sús sós gyöngyi csipkeverő kunhímző népi iparművész együttműködésével a csipkeverés mesterségébe tekintettek be a gyermekek. Györfi Sándor Kossuth díja szobrászművésznél tett műhelylátogatás hatására. A gyermekek pozitív érzelmi viszonya erősödött a szobrász iránt. A Karcagi SC, Varó István szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma informatikai tantermében a 3D nyomtatás izgalmas digitális világával ismerkedtek.